Csodálatos dolog számomra, amikor egy frissen megjelent társasjátékomat kaphatom kézhez, és képzeljétek el, ez az egyik legelső példány, amit még nem bontottam ki. Elhatároztam, hogy az Egyszer volt című játékom dobozbontását veletek együtt szeretném elvégezni. Nézzük meg, hogy mit rejt ez a doboz. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ezt a társas játékot a Libertin könyvkiadóval közösen készítettük el. Szabados Ági keresett meg azzal a gondolattal, hogy készüljön el egy olvasással, bestseller írással kapcsolatos társas játék, és hát azt kell mondjam, hogy maga a doboz külcsén ezt gyönyörű szépen leköveti. Nádai Vadász Dóra készítette a játék illusztrációját, és szerintem beladott apait, anyait, mert nagyon szépen örökíti ezt a könyv hangulatot, és maga a borító is gazdagságot, sokszínűséget sugal. Egészen pontosan a játék címe Egyszer volt, és boldogan éltek, amíg azt nem mondjuk, hogy mégsem. Ez egy történetszövős társasjáték, amiben különféle izgalmas helyzetekkel találkoznak a játékosok. Na de nézzük meg részletesebben, hogy mit rejt a doboz. Talán többen tudjátok, hogy Szabados Ági, akivel közösen készítettük ezt a társasjátékot, többek között a Libertin könyvkiadónak a vezetője, több könyvet adtak már ki, és egyébként olvasás népszerűsítéssel foglalkozik, szívügye ez a játék, meg önmagában az, hogy nézzük meg, hogy mi van, hogyha az olvasás meg a társasjáték találkozik, és számomra igazán különleges, hogy ez végre találkozhatott és kézzelfogható formában itt van, de menjen el a fólia. A fólia környen elhagyja dobozunkat, és nézzük meg részletesebben. Maga a doboz minőséggel elégedett vagyok, nagyon szép ornamentika kíséri oldalt a fő képünket, melyen könyvek vannak, mindenféle motívum, bolygók, sok izgalmas megfejtés, és hogyha elment a doboztetőnk, akkor jön egy játékszabály. Sokat dolgoztunk a játékszabállyal, elsősorban azon, hogy a lehető legkönnyebben érthető legyen, képekkel illusztrált, és kellően rövid. Önmagában már a játékszabály pozícionál, hogyha jó vaskos játékszabályunk van, akkor bonyolultságot, összetettséget feltételez. Ennél a játéknál alapvető koncepció volt, hogy bárki számára játszható legyen. Tehát alapvetően azt kerestük, hogy ha van előzetes ismereted, olvasmányélményeid, akkor tudj a játékos csatlakozni, de hogyha nincs, az sem feltétlen baj. És a játékosok kapnak egy betekintést arról, hogy hogyan kell játszani ezzel a játékkal. Van külön szabály, hogyha ketten szeretnétek játszani, illetve hogyha hárman, öten. Alapvető elképzelése volt, és Ági ragaszkodott hozzá, hogy legyen játéktábla, és örülök, hogy megtartottuk, ugyanis kapunk egy játéktáblát arról, hogy pontosan milyen szereplők, milyen dráma, helyzetek, meg végkifeletek találkoznak majd egymással, és a játékosok ezek közül választják ki azt, amik számukra a legjobban tetszik. Így van, ez egy irogatós játék, és beletettünk a játékba egy pici kis lapocskát, a játékosok ezen lapocskák segítségével választanak majd ki, 9 plusz 1 fordulón keresztül a szereplők, a drámai helyzetek, meg a végkifejletek közül azt, amik számukra jobban tetszik, itt tudják könyvelni a kapott pontokat, és a 10. fordulóban egy végső nagy bestseller írás történik, és a játékosok az előző fordulóban kiválasztott ötletek, meg gondolatok alapján írnak egy végső nagy művet, egymásnak adogat pontokat, de általában mint minden partijátéknál itt is alapvetően opcionálisnak tekintjük a pontszámítást, de szépen tudjuk könyvelgetni. Tehát fontos volt, hogy egy műalkotás készüljön el a játékosoknak a játék végére. Ezen kívül még a játékosok találkozhatnak kártyákkal, és külön kiemelném egyébként magát a doboz belsőt is, ami nem egy sima hajtogatott karton, hanem ezt a nagyon szép csillagos motívumot kommunikálja tovább. Nekem nagyon sokat jelent, hogy nem sima ív, hanem nagyon szépen nyomtatott, sőt igazából maga a játéknak az összefoglalása található a doboz belsőben. No de jöjjenek bizonyos szempontból főbb szereplőink, a kártyák. Menjünk, szerintem szépen sorban kapunk műfajokat, pici segérlettel elmegy a fólia, és akkor nézzünk drámai helyzeteket, nagyon fontos a színkódolás. Nem szeretném mindegyiket részletességgel megmutatni, mert spoileres lenne, szerintem jó, hogyha a játékosok játék közben találkoznak vele, és fontos volt számunkra az újrajátszhatóság a játék elkészítése során, és meglehetősen sokat beletenni a játékba. Maga a kártyaminőség szerintem standard, teljesen rendben van, igazából nem lesz a játékosok kezében kártya, tehát igazából csak a játéktérre tesszük le, és pontosan olyan méretű, mint amit fogad maga a játéktábla. Ezek a drámai fordulataink, valamint találkozunk még mindenféle egyéb műfajjal, ezeket egy picit odébb teszem, tehát megvannak a drámai fordulataink. Menjünk tovább.
jöjjenek a szereplőink, sok-sok-sok szereplő, és természetesen él a színkódolás, és szerintem egy ilyen átható elegancia jellemzi ezt a játékot, minden egyes alkatrészt szerettünk volna kellő komolysággal, de mégis játékossággal ellátni. Tehát vannak szereplőink, ismét egyéb műfajkártyák, a 10. fordulóban a játékosok választhatnak műfajt, hogy milyen végső történetet szeretnének elmesélni, és végül, de nem utolsó sorban jöjjenek a végkifejlett kártyák, hogy hogyan záródik a történet, és ebből is van jó sok. Ezek teljes mértékben véletlenszerűen találnak egymásra, és ezek biztosítják az újjátszhatóságot és a jó kedvet magánál a játékasztalnál. Külön funkciót töltenek be tehát a műfajkártyák, és így ennyi kártyával dolgozik maga a játék. Ezek is véletlenszerűen kerülnek föl, hogy a végső történetet milyen műfaj keretein belül írhassák meg a játékosok. Fontos szempont volt számunkra, hogy befogadható, leegyszerűsített és mégis kézzel fogható, de nem túl bonyolítást mutató alkatrészkészlettel dolgozzon a játék. Ezt mind találjátok az Egyszer volt című játék dobozában. És nagyon fontos tudni erről a játékról, hogy szeretnénk majd játékbemutatót és végigjátszást is készíteni erről a játékról meglepetés vendégekkel, hogy kikkel, arról majd hamarosan értesültök. Bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, esetleg egy megosztást, minél többekhez eljusson ez a társasjátékos tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó történetszövést és jó játékot! Sziasztok! Tudjátok, végtelenül megható számomra, hogy az, amit eddig csak ilyen félkész prototípuson, maketteken, illetve a képernyőn láttunk, végre megelevenedik, úgyhogy nagyon meg vagyok hatódva, és bízom benne, hogy nektek is tetszeni fog ez a játék. Alig várom, hogy játszunk vele!